Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetések. Hogy azt mondom, hogy jép a jetek mogyó jó, akkor nyilván azt mondják a kedves nézők teljes joggal, hogy menjek el logopédushoz. Szerencsére nekem nem kell elmenni logopédushoz, hiszen logopédus házhoz jön. Vendégem a stúdióban Farkas Éva logopédus. Szia, köszöntelek téged! Szia! Én is köszöntök minden kedves televízió nézőt. Nagyon érdekes témára fogunk beszélgetni, rólad is, meg nyilván a logopédiáról. Először vágjunk a közepébe, szakmázunk egy kicsikét, legyünk ezen túl. A mai kor magyar emberének te hogy látod, mi a legnagyobb beszédhibája? Mert biztos van, ami tipikus, és szerintem biztos vagyok benne, hogy nekem is megvan. Mik azok, amikkel lehet találkozni általában? Csak nem a hadarásra gondolj. Például gyors beszéd, hadarás, igen. Felgyorsult az életünk, felgyorsult az életritmusunk, és ezáltal felgyorsult a kommunikációnk is. És akkor ez a legfontosabb, amit mondjuk lehet tapasztalni, a hadarás. Gondolom, igen, először. A gyorsbeszédhadarás, igen, ez tapasztalható. Aztán van még ez a pösszesség is, amiről sokan nem is gondolják, hogy esetleg pössze, akár az illető, illetve akár ő maga. És a pösszességnél általában az emberek többsége azt gondolja, hogy akkor az SZC-SZC hangok hibás ejtése, vagy mással való helyettesítése. Nem, tulajdonképpen minden hanghibát pösszességnek nevezünk. Itt például az R hanghibáját is, ami a racsolással szokták azonosítani, de a logopédusnak nem ez a legfőbb feladata, hogy a hangokat javítsa, ám bár ez él a köztudatban. Ez így van egyébként, én is azt gondoltam, akkor mi a feladat a logopédusnak tényleg, a legfontosabb? A legfontosabb feladata az a nyelvi zavaroknak a fejlesztése, hogyha van nyelvi zavar, ami általában a gyerekeknek a buksiában történik, a nem megfelelő beszédfejlődés. És ezt kell helyre tenni. Az mit jelent, hogy nem kezd el időben beszélni a gyerek például? Akár ez is lehet. Ezt hívjuk megkésett beszédfejlődésű gyerekeknek. Itt általában azt szoktuk mondani, hogyha a gyermeknek a 2 éves koráig nincs meg az 50 szavas szókincse, akkor ott már akadályozott, avagy éppen megkésett beszédfejlődésről van szó. Tehát sokan azt mondják, hogy 50 szó egy 2 éves gyereknél biztos nincs meg, de aztán otthon este apa, anya lefekszik az ágyba, és akkor elkezdjük számolgatni pici gyermeküknek a kis szókincsét, mondja apa, anya, baba, tütű, akármi, mert hogy ezek a szavak is, amit baba nyelven mond, az is beletartozik ebbe a szókincsbe. Amit nem is gondolna a szülő esetleg, hogy ezt bele kell vennünk a tütüt. Így van. Akkor beszéljük a gyermekkori beszédhibákról, megkésett beszédfejlődésről. Mikor kell egy szülőnek mondjuk gyanakodnia, vagy azt gondolni, hogy hoppá, itt egy szakember kéne nekem? Tehát mik azok az intőjelek, milyen támpontokat tudnál adni a tévét néző és kisgyermeket nevelő szülőknek, hogy mikortól kéne mondjuk szakembert megkeresni? Hála Istennek a védőnői hálózatok nagyon jól működnek. Tehát, hogyha az édesanyja tartja a kapcsolatot a védőnővel, ott azért vannak mindenféle vizsgálatok, ellenőrzések, és a védőnő is látja, hogy a beszédfejlődésében éppen hol tart a gyermek. Tehát, hogyha a védőnéni jelez valamit, hogy na hát másfél éves korban már azért tényleg egy-egy szót meg, vagy tárgyat meg kéne nevezni, ki kéne, hogy mondjon, esetleg szavakat egymás után tegyen, egyszerű mondatokat használjon, hogy kérek almát, ad ide a babát. Tehát, hogy ezek a kis mondatok már legyenek meg. A védőnő ilyenkor biztos, hogy mindenképpen figyelmeztet, hogyha édesanyja nagyon-nagyon aggódó, akkor azért, talán ha a környezetéből ismer gyerekeket, akkor biztos látja az egészséges beszédfejlődés menetét, hogy hát az elsődleges megnyilvánulás a babáknak a sírás. Tehát ez már a kórházban tapasztalható, és így tovább, aztán 3 hónapos kor körül már jön a gőgicsélés. Azért egy anya észreveszi azt, hogyha valami történik. Ami nagyon-nagyon fontos, és édesanyáknak javaslom, és a mai kor technikájával sokszor azt gondolják anyukák, és most nem általánosítok, hanem azért, amivel én tapasztalom, vagy én találkozom, és amiket én tapasztalok, az az, hogy anyukák is előszeretettel használják a kütyüket. És ez nem biztos, hogy jó dolog, mert fontos egy gyerekkel folyamatosan beszélgetni és beszélni, és függetlenül attól, hogy ez a pár hónapos, pár hetes baba nem válaszol, attól nekünk még felnőtteknek, nem csak anyának, apának is kommunikálnia kell azzal a babával. Elmesélni, hogy mi történik vele, éppen öltöztetem, felhúzom rá a kis nadrágot, pólót, egyebet. Ez nagyon fontos, hiszen a beszéd az utánzás útján tanult folyamat.
mondjuk egy óvodáskorú gyerek, egy középsős nagycsoportos, mondjuk pösze, gondolom sokkal lehet ilyet találkozni. Ebben a korban ez élettani pösszeség. Igen, tehát az akkor nem olyan gáz, mert több szülő, abszolút tudom, nem, hogy a mi csoportunkban, óvodában, tudom, több szülő nekiállt aggodalmaskodni, hogy úristen, a gyerek pösze, nem tud rendesen beszélni, kiejteni különböző hangokat, úristen, mi lesz ebből a gyerekből, tehát akkor ez még így nem gáz. Az abszolút nem gáz, aha, és főleg akkor szoktam úgy magamban mosolyogni, és aztán megnyugtatni természetesen a szülőket, amikor azt mondják, hogy fú, 2-3 éves, most mondjuk 3 éves korra tehető ugye az, hogy a gyerekek óvodába kerülnek, még nem tudja az R hangot, és igen, jaj, mi lesz, hát semmi, mert az R hang az a legutolsó hang általában, amit megtanul a gyerek, természetesen vannak kirívó esetek, hiszen az egy annyira összetett hang, hogy ott azért fel kell emelni a nyelvet, középső pozícióba állítani, ráfújni a levegőt, és így fog beperdülni az R hang, és emiatt nem kell aggódni. Ha 5 éves kor után sem alakul ki, na akkor érdemes szakemberhez fordulni. Említetted, hogy ezeket a kütyüket tényleg napi szinten használjuk, és a szülők is gyakran élnek ezzel a dologgal, hogy annyira nem jó dolog. Nyilván sokkal jobb lenne, hogyha mondjuk a szülő olvasna a gyermekének, sokkal jobban fejlődne. Mondókázás az nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy a pici gyermekeknél nagyon-nagyon sok mondóka, versiket, dalocskák, és itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy jaj, anyának nincsen, nem tudom én, milyen zenei előképzettsége, és hogy nagyon-nagyon szép hangon kéne a gyerekkel énekelni, de nagyon-nagyon fontos. A ritmust megtanulják ezáltal a gyerekek, a hanghordozást, a hanggal való játékokat, amire bele se gondol az ember, hiszen azt gondolja, hogy ez egy természetes dolog, a beszéd. Normális esetben az is, hogyha van valami elakadás, vagy van valami probléma, akkor viszont nem az. Nagyon fontos az artikulációs szerveknek az ügyesítése, erősítése. Itt például szintén visszamehetünk a csecsemőkorhoz, hogy a szoptatásnál mennyire erősödnek az arcizmok, a nyelvizomzata. A későbbiek során, hogy az óvodásokhoz visszakanyarodjunk, ott is tudom, hogy nem szép dolog, meg nagyon-nagyon tanítani kell a gyerekeket, hogy szépen ülünk az asztalnál, szépen étkezünk. De mi van akkor, hogyha kinyalja azt a tányért? Igen. Semmi. Igen, akkor mindig rászólnak rendesen egy ilyen. Tehát látni a szülőket egyébként rengetegszer, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, szépen egyél, úgy egyél, ne így mondd, ne legyen nyitva ilyenkor a szád. És nem mondom, hogy ne legyenek szabályok, mert természetesen persze legyenek szabályok, de a gyerek megérti, hogy ha elmegyünk egy étterembe, ott nem fogja kinyalni a tányért, de itthon most nyugodtan, hát lekváros kenyeret ettél, vagy mézeset, vagy mogyorókrémeset, mindegy, nyugodtan. Mi is leszünk csúnyán egyébként felnőttek, ezt azért el kell mondani, és valljuk be, amikor nem is, látnak. És hogy az ujjacskájáról is nyugodtan nyalogassa le azt a krémet, hiszen azáltal is ezeket az artikulációs szerveket ügyesítjük, erősítjük. Minden ott van az interneten, mikor orvosokkal vagy különböző szakemberekkel beszélgetek, mondták, hogy azt az egyet nem veszik jó néven, mikor bemegy a szülő, és hogy jobban tudja, hogy kéne meggyógyítani a gyereket, meg jobban tudja a diagnózist, mint maga az orvos. Ezt találkoztál már olyan esetekkel, hogyne, esetlegesen, hogy a szülő esetleg jobban tudta a te szakmádat, és megmondta, hogy kéne javítani, és valami házi módszert, vagy amit olvasott a neten, kipróbált, és egy totális tévút lett a vége, zsákutca. Volt ilyen, sőt, olyan is volt, hogy nyelvész szülővel kerültem. Hát nem mondom, hogy összetűzésbe, de szakmai vitába. És akkor megmaradtunk, hogy mindenki maradjon a saját szakterületén és a kaptafájánál, és a saját gyerekével mindig elfogultabb az ember, persze, és másképp lát dolgokat. Tehát azért van ilyen ebben a szakmában is, vagy ez a szakterületen is előfordul. Én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon fontos a megfelelő kommunikáció, tehát ha nem támadásnak, nem sértésnek veszem én is ezt, hanem hogy hát akkor gondolkozzunk együtt, és hogy tényleg jó ez a gyereknek, és biztos, hogy nem az lesz belőle, amit én tudok, hogyha ezt így folytatja tovább, akkor abból egy ovuláris R-hang lesz például, hogyha nagyon-nagyon eréltetjük ezt az R-hangképzést kisebb korban, amikor még nem elég erős a nyelv, akkor abból egy nagyon félrecsúszott. Hát ez a franciás, talán így igen, ismerik, igen, a nézők, az a csúnya R hang lesz. Tehát akkor azt ajánlod azoknak a szülőknek, akik kellő önkritikával rendelkeznek, hogyha észreveszik a gyereknél valami nincsenben, ne internet, ne házilag, vigyék el mindenképpen szakemberhez. Vigyék el szakemberhez, és a szakember úgyis el fogja mondani, hogy ténylegesen kell azzal az adott problémával azon a részen foglalkozni, vagy igen, foglalkozzunk vele más módon, vagy hagyjuk még ezt a pici gyereket egy pici saját magától fejlődni, és a természetes fejlődési útvonalat bejárni.
Beszéljünk a felnőttekről egy kicsiket, nyilván felnőtteknek is van azért rengeteg hibájuk, ugye a hadarást beszéltük, például én nagyon hadaró vagyok, én ezt szoktam, meg én alapban is így beszélek, tehát sokkal gyorsabban, ami nem jó dolog. Nyilván szerintem ez a stresszel is összefügg, azt gondolom, hogy stresszes világban élünk, pörgő világban élünk, hogy felvesszük ennek a ritmusát. Persze. Milyen hibái vannak még mondjuk a felnőtteknek, amik tipikusak, és hogy lehet-e javítani ezeken? Mondjuk oda megy egy 35-40 éves ember hozzád, nyilván nem egy nagy életkor, és azt mondja, hogy mondjuk a SZC, vagy az R-hang, vagy bármi más rossz. Ki lehet ezt javítani? Persze, ki lehet javítani abban az esetben, hogyha organikus eredetű problémája nincsen. Na most ez azt jelenti, hogy a száj szerkezete teljes mértékben rendben van, és egyébként a logopédiában valóban nagyon-nagyon fontos, nem az elsődleges, de nagyon-nagyon fontos a szép és a tiszta beszéd megtanítása, és ezt felnőtt korban is meg lehet tanítani. Nem tudom, hogy szabad-e példákat mondanom, persze, csak hogy a nézők jobban el tudják képzelni a helyzetet. Ott van Kassa Tibi, ő egy buldog harapásos ember, tehát az alsó állkapcsa előrébb áll, mint a felső. Igen. És hát gyakorolhat, de azt hiszem, hogy neki tökéletes a beszéde nem lesz. Viszont nem annyira feltűnő, hogy ne legyen mondjuk képernyőképes, vagy éppen rádióképes, mert még nem az a nagyon-nagyon. Nyilván egy szakembernek sokkal jobban sérti a fülét, mint egy mondjuk nem szakembernek. Persze, de ma már a gyermekeknek a fejlődését, a karrierjét sem befolyásolja feltétlenül az, hogyha nem beszél szépen és tisztán, mint az, hogyha nyelvi területen marad valami elmaradása, és mondjuk tanulási problémái, tanulási zavarai lesznek a későbbiek során. Tehát azt gondolom, hogy ma már akár a médiában, televízióban, rádióban, énekesi pályán el lehet helyezkedni simán beszédhibával. Uh-huh. Így van. Ugye régen hát a Királyi Rádióban, hogy ott volt, hogy kellett csinálni mikrofonengedélyt, oda nyilván kellett egy megfelelő beszéd, tehát ugyanígy, hogy a logopédusok dolgoztak az emberen, és hogyha mondjuk kellőnek ítéltek, akkor megkapta a mikrofonengedélyt, és szerepelhetett. Ugye nyilván ez már felhigult, hiszen a rádiós beszéd, meg a tévés beszéd sokkal, de sokkal közelebb került már. Egyébként azt mondom, szerencsére hétköznapi beszédhez, mert megnézzük ugye a régi tévés bemondóknak a beszédstílusát, vagy a rádiósokét. Tényleg ez a nagyon-nagyon művelt, ez a tudományos akadémiai hát magasságú szóhasználat. Tipikusan leírt szöveg felolvasandó. A leírt szöveg felolvasandó. Most meg ugye rögtönzünk a rádióban nagyon sokszor, és mondom, én azt nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hogy úgy beszélünk, mint az emberek az utcán, nyilván kihagyván a nem szalonképes szavakat, hanem mondjuk azokat körülírván éppen, de a beszédtempóz és a beszédstílushoz alkalmazkodva beszélünk a médiában. Azt mondom, azért jó, mert sokkal jobban át tudjuk adni a híreket, a mondani valókat, a fontos városi történéseket, mert az emberek nyelvét beszéljük. Igen, meg tényleg felgyorsult az egész világ, az egész folyamata a kommunikációnak. Beszéljünk arról, nekünk van közös múltunk, ezt mindenképpen el szeretném mondani én a kedves nézőknek, és ezt mondom is, hogy képzeljék el a kedves nézők, mi Évivel egyébként egy kereskedelmi rádióban jó pár évvel ezelőtt volt, hogy együtt vezettünk reggeli műsort, ugye talán több éven keresztül, és kollégák is voltunk, ugye? Igen, és én erre nagyon büszke vagyok, és én nagyon szerettem azt az időszakot. Igen. Talán most is érzékelik a kedves nézők, hogy te vagy a felgyorsult, és én vagyok a kicsit Igen. visszafogottabb és higgadtabb, és szerintem ott pont emiatt nagyon jól ki is egészítettük. Nekem fel kellett pörögnöm hozzá. De én meg kicsit visszahűltem akkor. Vissza tudtam fogni a pacikat. Egyébként nem kérdeztem meg akkor, hogy miért pont logopédus lettél, hogy akkor már te tanultad ezt a szakmát Igen. ezerrel, hogy miért pont ezt választottad, ez ilyen gyerekkori vágy volt, vagy valamikor jött egy ilyen szó jó értelmében vett bekattanás, hogy hopp, engem ez nagyon érdekel. Az utóbbi, hoppá, engem ez nagyon érdekel, és igazából nem is ez a területe érdekelt nagyon, amiben most éppen dolgozom, tehát nem feltétlenül gyerekekkel szerettem volna én foglalkozni, amikor ezt az egészet elkezdtem. Nekem az volt a álmom vágya, hogy beszédtechnika tanár leszek, mert az milyen szép és milyen jó, és színházakban, akár politikai pályán valakiket felkészítek, és megtanítok a helyes beszédre. Ugyanakkor a főiskolán, a gyakorlaton nem ez volt, hanem az óvodások voltak, Igen. akiket nagyon-nagyon megszerettem. Így van, és Igen. mire oda kerülnek, remélhetőleg nem felejtik el, amit korábban tanultak.
És én annyira nagyon megszerettem, hogy itt maradtam. Tehát nem is kezdtem el utána keresgélni. Persze hogy mást, igen, igen. Vagy lehet, hogy pont az életi logopédus, mert együtt vezettünk műsort, és te jó Isten, ilyen beszédhibás emberek vannak a médiában, akkor nekem erre kell feltenni az életemet, hogy megjavítjuk mondjuk a Séda Zoli féle beszédhibás embereket, és talán ez volt az alap. Ez a kisebb a Séda Zoli féle beszédhibás ember. Sajnos azért a médiában ennél durvább dolgok vannak. Ez nekem megtisztelő. Köszönöm szépen, nincs több kérdésem a tanulóhoz. Viszont hozzád még van kérdésem bőven. Ugye neked van 3 lány. Nem is olyan kislányok, ők már nagyobb lányok. Beszélj róluk egy kicsikét, tanulnak még, ugye? Hölgyemények, igen. Hát a születési dátumukra emlékszel esetleg? Nem, ez nagyon érdekes. Szintén a kedves nézőknek mondom egyébként, hogy Farkas Évi gyermekeinek a születési dátuma, az megér egy misét, meg a név. Tehát azt, amit én az életben nem tudtam megjegyezni, hogy is van ez, mondjuk el a kedves nézőknek? Rebeka 2000. október 20-án született, Bianca 2001. október 18-án, Rita 2003. október 21-én, tehát október 18-20-21. Költséges hónap az az október. Nálatok. Ez, de mindent megér. Mindent megér egyébként ez az október. Csak arra emlékszem, amikor te is egy másik kedves kollégánk, említhetjük néven Gábort, Németh Gábor, azon versengtetek, hogy ki tudja megtanulni az én gyerekeimnek a nevét és születési dátumát. Igen, így van. Nekem nem sikerült soha, Gábornak sikerült. Egy hét után felmondtad. Felmondtam? Most egy hét után felmondtad. Nem csodálom, nem is értem, miért a saját gyerekeimnek a születési dátumát jegyezted meg. Azt sem tudom mindig egyébként. Apukák általában rosszak a születési dátumokban, eseményekben, azt anyukák tudják. Nálunk is ez így van egyébként, tehát én ezeket tudom, de el kell rajtuk gondolkodnom egyébként. De tudod, ez a lényeg, hogy van honnan előhívni, és tudod. Milyen tehát nem van. Ez az érdekes. Szóval a 3 nagylány 16 évesek, most akkor 15 és 13, illetve októberben lesznek egyel idősebbek. Mindhárman tanulnak gimnáziumban. Van már kilátásban egyébként valamit, hogy mivel szeretne foglalkozni, orientálódnak valami felé? A nagylánynál icipici kora óta az állatorvosi egyetem az, ami egy kitűzött cél. Aztán, hogy ez majd hogy változik, most, hogy célegyenesbe kerül, nem tudom, majd meglátjuk. A másik kettőnél, hála Istennek, nem ennyire, hála Istennek, nem tudom, hogy jó ez, de minden évben szinte más és mások szeretnének lenni, ami azt gondolom, hogy ebben a korban még jó, még ráérnek eldönteni. Beszéljünk arról, hogy néz ki egy ilyen logopédiai foglalkozás. Tehát bemegy felnőtt, bemegy gyerek, hogy néz ki mondjuk, meddig tart egy ilyen 45 perces, egy órás, meddig szokott tartani? Attól függ, hogy mekkora gyermek jön be az órára, illetve viszem én ki a csoportokba. A pici óvodásoknál, illetve a korai fejlesztésben azt azért nem lehet tőlük elvárni, hogy 45 percen keresztül egy kis asztal és tükör helyzetbe kényszerített formában 45 percet végigüljenek. Mindattól függetlenül, hogy próbáljuk nagyon-nagyon játékosan kivitelezni ezeket az órákat, és sok mozgást, nagy mozgást belevinni. Ez még egyébként egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy először a nagy mozgásokat kell rendbe rakni a gyerekeknél, hiszen a beszéd az már egy nagyon aprólékos, kifinomult mozgásforma. Tehát, hogyha a gyermek meg tud állni a két kis lábán széttárt karokkal, és egyenesen, akkor ott azért már a beszéd is helyére tud kerülni rendesen. És utána akkor leül egy kis asztal, vagy szék, tükör elé. Kis asztal, szék, tükör elé, igen, és hát kérdés, hogy milyen típusú a probléma, illetve hány éves az a gyermek, akivel éppen foglalkozom. Felnőtteknél azért a 60 percet lehet bírni. Ott az afáziás betegeknél. A mit jelent magyarul? Amikor történik valami agyi történés, agyérgörcs, nagyisten, tényleg nem egy sztrók után, így van, attól függ, hogyha az agyban milyen terület sérül, hogy amennyiben a beszédközpont is sérül, akkor nyilván szükséges a logopédiai terápia is. Mondókák, hogy ejtsük ki helyesen, tükör előtt gyakorol, hogy lássa ugye nyelvének, szájának a mozgását. Igen. Mennyire lehet együttműködni a gyerekekkel, meg a felnőttekkel, mert nyilván azt gondolom most külső szemlélőként, hogy nem feltétlen mondjuk eseménydús dolog ez, tehát nagyon nagy feladatod van neked, hogy a gyermeknek az, hogy leüljön a tükör elé, nézze az ajkait, meg a nyelvét, azt neked el kell adnod, hogy a gyerekkel együtt lehessen működni. Persze, mindenféle nagyon jó játékokkal ezt el lehet adni, hát grimaszolni a tükör előtt, amikor legálisan lehet csúfolódni, és a nyelvemet nyelvét kinyújthatja akár az álláig, és ott hát folyik a nyál, fröcsög mindenfelé, szívószállal pingponglabdát fújni. Nagyon
játékosan meg lehet oldani, és akkor nem is az van, hogy tényleg asztal, kis szék, helyzetben van kényszerítve a gyerek. Ezeket azért szeretik, és észre sem veszik, hogy ez a 25-30 perc eltelt. De mondókákkal kezdjük, egyébként való igaz, én legalábbis a saját tapasztalatomból azt tudom mondani, hogy egy keretbe szoktuk foglalni a foglalkozásokat, az elején és a végén mondókázunk, ami szintén nagy mozgásokkal kísért mondóka, ami nagyon fontos, és ezt a szülők is otthon tudják csinálni a gyerekekkel. Lassan-lassan itt vagyunk a műsor végén, vagy műsor vége felé, beszéljünk a jövődről egy kicsikét. Hogy képzeled el a jövődet, mondjuk 10 vagy 15 év múlva beszélgetnénk? Van-e olyan grandiózus terv akár a szakmában, akár a magánéletedben, amit meg szeretnél azért még ugye célozni a kis életedben? Hát szakmai területen, hát az élethosszig tartó tanulást azt nyilván nem lehet kifelejteni ebből a dologból, ebből a területből. Rengeteg mindent lehet még tanulni, különböző szakterületeken. Vannak itt szakterületek, gondolom módszerek, nem? Tehát a logopédián módszerek belül. Így van, és ahogyan változnak a gyerekek, ahhoz igazodva is, hiszen tényleg ebben a felgyorsult virágban a kés technikai kütyükkel született gyerekekhez már nem biztos, hogy pont ezen az úton keresztül kell eljutni és kialakítani a beszédhangokat, hogy kis asztal és tükör, hanem valami másfajta módszereket is érdemes bevetni, függetlenül attól, hogy azért ezeket az eszközöket is valamilyen szinten úgy kell beépíteni és használni a terápiák során, hogy megtaláljuk az arany középutat, és ne csak a köré építsük. Hallgatván a beszédedet, én nem vagyok szakember, én egy darab beszédhibát nem fedeztem fel, logopédus, csak az lehet, akinek semmi, tehát aki teljesen tisztán, tényleg a központilag meghatározott módon beszél, vagy egy kis beszédhiba mondjuk a logopédusnak is belefér esetlegesen? Szerintem nem. Szerintem van sem, egy, én is. Van egy... felvételi eljárás, ahol kifejezetten a logopédus jelöltek artikulációját, beszédét nézik, és nagyon-nagyon kritikus szemmel, illetve egy borzasztóan kemény helyesírási teszten kell még átmenni. Természetesen, hát a magyar nyelvet oktatjuk és tanítjuk, és ehhez ez szükséges, és mivel nem csak pici óvodásokkal foglalkozunk, hanem tényleg az életpályánk során találkozunk nullától 18 éves korig a normális, tehát az oktatási formában, illetve hogyha klinikai szinten dolgozik valaki logopédusként, akkor felnőttekkel foglalkozunk, és így mindenképpen szükséges az, hogy a magyar nyelvet magabiztosan tudjuk megtanítani, és azért is fontos, mert iskolás korban a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia, jó mondjuk az a matematika, tehát a számolási területe, de a magyar nyelvet kell nekünk helyesen megtanítani. És ez egy nagyon szép küldetés egyébként, főleg, hogy a mai kor, ugye, beszédjét nézzük, illetve nyelvi jelenségeket nézzük, hogy azért a magyar nyelv rengetegszer háttérbe szorul, mert bár rengeteg olyan szót angol szavakkal helyettesítünk, amit lehetne mondjuk magyarral is például. Na de hát pont ezért kell a logopédiának is rugalmasnak lennie. Így van. És olyan eszközöket beépíteni, illetve olyan módszertant, ami a mai kor gyermekeit is megfogja. Évi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, örülök, hogy láttalak. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak, és tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.